Sziasztok! Ezúttal olyan könyveket szeretnék nektek bemutatni a Kultú gyerekkönyvesbolt kínálatából, amik remélhetőleg könnyebbé teszik az óvodába való beszoktatást, az óvi kezdést számotokra és a gyermek számára is. Nagyon sok ilyen könyvünk van. A legnépszerűbbel kezdeném. Ez a Leszel a barátom sorozat, aminek Vadadi Adrián a szerzője. Egy óvodás csoportot kísér végig, 5 kötetes most már ez a sorozat, egészen az iskoláig eljutunk a legutolsó könyvvel. Egy óvodás csoportról szól, ugyanazokkal a gyerekekkel történnek az események. Ebben az első könyvben csupa olyan dolog, ami az óvi kezdéshez kapcsolódik, mert hogy mi van, hogyha sírok, mi van, ha nem szeretnék aludni, nem szeretném megenni, amit elém tesznek az óviba. Ezeket a félelmeket nagyon jól előre fel lehet oldani ezekkel a mesékkel. Pásztori Panka rajzolta, illusztrálta a könyvet. Ő biztos, hogy nem fog csalódást okozni. Ő sem. És a szerző sem. Nem véletlenül készült ebből a könyvből már ilyen sok 4 folytatás, mert aki elolvassa, az mindenki rákap az ízére. Ezt nagyon ajánlom az óvisoknak. Ami nagyon hasonló ehhez, szintén Vadadi Adrián tollából, van egy másik sorozat is, szintén óvi kezdős, Maja barátokra lel, Dorci a legkisebb óvodás, Ákos óvodába megy, és folytathatom is a sort. Ezek a könyvek szintén ugyanennek az óvis csoportnak az életét mutatják be, és ez még inkább az óvi kezdés. Már óvodába járok. Ugyanis ezek azért arról is szólnak, hogy milyen elindulni az óvodába. Míg a Leszel a barátom már az óviban előforduló eseményekkel foglalkozik, ebben a félelmeket is megtaláljuk, hogy hogyan lesz, mi lesz, ha nem akarok ott maradni. Nagyon jó ennek a könyvnek is az illusztrációja. És ez egy jóval kisebb alakú könyv. Van, akinek ez tetszik jobban, mert jobban kézre áll a kisgyerekeknek. Ha a Pagony kiadónál tartunk, mert hogy ezek Pagony kiadású könyvek voltak, akkor van egy ilyen nagyon jó pofa óvi ügy sorozat, amit ha kinyitunk, már a belső borítója megragadja a gyerekeket, legalábbis nálunk. Nagyon fontosak ezek a pici képek, az én gyerekeim mindig is imádták böngészni az ilyen belső borítón elhelyezkedő illusztrációt, úgyhogy ez szerintem már jól kezdődik. És szintén ugyanaz a téma, hogy kezdő óvodába járás, vagyis az óvodába járás kezdetei. Így néz ki ez a kis könyv. Van egy klasszikus is a témában, Bogyó és Babóca. Aki nem ismeri, annak megmutatom, hogy egyébként nekik is mindig ilyen a belső borítójuk, a többi Bogyó és Babóca történetre legjellemzőbb képkocka jelenik meg, ezt is imádják a gyerekek. Itt Bogyó és Babóca elindulnak az óvodába, mert hogy ők ugyanúgy járnak óvodába, mint az embergyerekek. Van óvónéniük, dadusuk, és szerintem ez a könyv is alkalmas arra, hogy előre megmutassa, hogy mi fog történni, hogy mi a napi rend, mit lehet egy óvodába csinálni, mit kell ott csinálni. Egy másik kiadó, a Manó könyvek, 2 könyvvel is megjelent, vagyis 2 új könyvet is megjelentetett az utóbbi időben, 1-2 hónapja. Az egyik ez az Összeköt a szeretet, ami szintén óvodába beszoktatós téma, de ez jóval messzebbről indul, ugyanis ebben azt is megmutatja, hogy egyáltalán hogyan kezdődött az élet, hogy mi történt még mielőtt anya egyáltalán babát várt, hogy nézett ki, amikor már a pocakban volt ez a kisfiú, és hogy mennyire szereti, és most is mennyire szereti attól függetlenül, hogy most már az óvodában kell hagyni
a kisfiát, akinek egyébként megtetszik az óvoda nyilvánvalóan. A másik ilyen új könyvnek az a címe, hogy Hiányzol, Csapódi Kinga írta, aki rengeteg óvodásoknak való könyvet ír mostanában, és talán ez nem is kimondottan óvodát kezdő téma, én mégis ebbe a körbe vettem, ugyanis arról szól, hogy mi történik akkor, amikor egy gyerek nem a szüleivel van, amikor a nagyszülőkhöz megy, amikor elválnak a szülők esetlegesen, és ő az apukájához kell, hogy menjen, természetesen nem kényszerből, hétvégére, vagy épp az anyukájánál kell lennie, és hogy akkor egy kisgyerek hogy tudja kezelni, hogy tudja feldolgozni ezt az aktuális hiányérzetet, ami csak pillanatnyi ugyan, de neki mégis fájdalmas lehet. Nagyon jó kis könyv ez is. Olyat is ajánlok, ami nem könyv. Van a Napraforgó kiadónak egy kirakósa, amihez azért van egy kis szöveg is, olyan, mint egy böngésző, de kirakó is. Úgyhogy kettő az egyben, azt mondhatnám, mert ez is nagyon jól bemutatja az óvodai mindennapokat, ugyanakkor még kirakósozni is lehet vele. A Szkolár kiadónak is van kimondottan óvodát kezdő meséje. Az a címe, hogy Óvodás lettem. Ez, ahogy már lenni szokott a Ravensburger könyveknél, kihajthatós, tehát a könyvek belső oldalain még kihajthatós részek is vannak, nagyon sok, tehát még a képek, illetve a szövegek alatt még egy tartalom van, még kép és még szöveg, ahogy ez mind lenni szokott a mit, miért, hogyan könyveknél. Ez így néz ki. És a kiadónak van még egy egészen új könyve, egy böngészője, óvodai nagy böngésző, amiben szintén van szöveg is, de képek is. Ez egy elég nagy alakú könyv. Itt aztán a fantáziátokra van bízva, illetve a gyerekek fantáziájára, hogy mit hoznak ki belőle, mert nagyon sok leírás is van, és útmutató. Ugyanakkor nagyon jól látszik, hogy mennyi minden belefér egy óvodai napba, az óvodai életbe. Ez így néz ki körülbelül. Van klasszikus is, a Móra kiadónak az Óvodás, Már óvodás vagyok című könyve. Szerintem ezt mi ismerjük, szülők. Dani, aki elkezdi az óvodát, és a barátnője. Pöszke történetei. Velük is mindenféle dolgok történnek. Hát Janikowski Éva stílusát nehéz felülmúlni, úgyhogy ez a könyv nagyon vicces. Az illusztrációk mindegyikünk előtt megvannak. És óvi kezdésnek ez is jó. Így néz ki. Végül van Bori könyvünk is. Bori is óvodába megy. És Borival is mindenféle megtörténik, ami az összes többi gyerekkel, illetve felvetődnek a kérdések, hogy mi történik, hogyha pisilnie kell, mi történik, hogyha éhes, vagy álmos, vagy nem álmos. Bori könyvrajongóknak ezt is ajánlom, ezt a sorozatot. Hogyha még segítségre lenne szükségetek, akkor keressetek nyugodtan a Kultúrgyerek weboldalon, telefonon, írásban, levélben, sokféle módon megtehetitek, vagy akár a Facebook oldalon. Ezek a könyvek 10, illetve a legtöbb 20% kedvezménnyel vásárolható meg a webáruházban. Köszönöm a figyelmeteket!